A kassai születésű Komját Aladárt költőként, íróként, tudománytörténészként tartja számon az emlékezet. Több magyar városban viseli utca a nevét. Az első világháború alatt az antimilitarista mozgalom tagja volt, valamint a forradalmi szocialista csoport egyik vezetője. A Tolnamözsön található Komját Aladár utca nevének megváltoztatását kérte a Magyar Patrióták Szövetsége a megyei kormányhivataltól, akik az ügyet a város döntésére bízták. Én azt gondolom, hogy a Komját Aladár név az egy, senki nem a régi rendszer jut eszébe, és senkinek nem a kommunizmus jut eszébe. Tehát a Komját Aladár lehet, hogy akkor 19-ben egy baloldali volt, de hát képviselőtestület is azt hogy úgy döntött végül is, hogy mi nem döntünk arról, hogy változtassuk meg a Komját Aladár nevet. Mi nem gondoljuk, hogy tiltott önkényuralmi jelképet jelenít meg az ő neve, úgyhogy a Magyar Tudományos Akadémiához fordultunk, hogy mondják meg, hogy kell vagy nem kell nevet változtatnunk. Az utca lakóit minden esetre felháborította a kezdeményezés. Szerintem egy nagy baromság, mert már 36 éve itt lakunk, és azóta nem változtattak meg, és akkor, ha megváltoztassák, akkor még nekünk kerül sok pénzbe, mert mindenhova át kell iratni, mindent át kell iratnunk. Zavarja, hogy, persze, hogy ilyen zavarja. Nevű, de hogy ilyen nevű utcában lakik? Ja, ez a Komját Aladár utca nem zavar. 36 évig nem zavart, akkor most se zavar. A szomszédban lakó hölgy, bár a kamerának nem akarta elmondani, megerősítette az előző véleményt. Azt mondja, ők úgy vették itt a telket, hogy ez volt az utca neve, és ez soha senkit sem zavart. Szerinte szóra sem érdemes az egész kezdeményezés. Nem értek azzal egyet, hogy egy 30-40 éve elnevezett utcát, ahol akár 30-40 éve laknak emberek, megváltoztassuk, hiszen ezeknek az embereknek nem csak a lakcímkártyáját kell majd módosítaniuk, hanem minden bankoktól elkezdve a társadalombiztosító és adóhatóságon keresztül mindenhová be kell jelenteniük az új lakcímüket. Tehát ez rengeteg idővel fog járni, ugyan tudomásom szerint nem kerül ez pénzbe, de hát akkor is rengeteg idő. Meg hát ha eddig jó volt és eddig ott jól érezték magukat, akkor én nem gondolom, hogy ezen változtatni kellene. Az önkormányzat egyelőre az akadémia válaszára vár, az utca lakói pedig azt mondják, először őket kéne megkérdezni a névváltoztatásról.